gyöngyösi tűzoltóság működési körzete 28 településre terjed ki. Amint látják, a hivatalügyeletesi helység és a szolgálatparancsnoki helység között üvegfal van, de üvegfal van a szertár között is. Pontosan azért, hogy a szolgálatparancsnok jól átláthassa azt a területet, amit egyébként felügyelni is kell többek között. Egyébként úgy lett kialakítva a híradó ügyeletesi helyiség, hogy a híradó ügyeletes akár betekintve a szertár elején láthatja a felsorakozott gépjárműveket, vagy ha kinéz ezen az ablakon, pedig akkor láthatja a szertár előtti teret is. Az 5+1 szerállás a szertárban vagyunk most. Itt fognak sorakozni értelemszerűen a gépjármű fecskendők és a különleges gépjárművek. Ezek az úgynevezett kiszolgáló helységek egyébként, amelyeknek szintén az a feladata, hogy a káresettől visszaérkező felszereléseket megtisztítsák, illetve karbantartsák. A szennyezett tömlőknek a tisztítása például ennek a berendezésnek a segítségével történik. Itt mossák meg a tűzoltók a tömlőket. Ebben a helységben lesz majd kialakítva az egyéni védőöltözeteknek a tárolása. Itt lehet majd megmosni szintén a bevetésről visszaérkező légzőkészülékeket, portkereteit, illetve a palackjait. Majd száradás után ebben a helységben hozzák be a palackokat, hiszen a palackokból vélhetően kifogyott a levegő, vagy legalábbis jelentősen csökkent benne a nyomás, és ennek a kompresszornak a segítségével egyszerre 4 darab palackot is fognak sűrített levegővel tudni feltölteni. Hát ezek a csökkök azok, amiknek a segítségével majd a megmosott tömlőket fel lehet mondani a szállítás célja. Két terem van itt összenyitva, mint láthatják, egy mobil fallal lehet ezt összenyitni. Ez a része, a nagyobbik része a tanterem. Szeretnék majd egy 100 méteres akadálypályát megépíteni. Ez a 100 méteres akadálypálya a tűzoltó hagyományőrző sportnak az egyik kelléke a szabadítás. Tehát szeretnénk a kerítésig az épület között egy kézilabdapálya méretű focipályát megvalósítani, pontosan azért, hogy csapatsportokat is tudjunk majd itt végezni. Gondoltunk a szabadnapos tűzoltókra is, majd rendelkezésre fog állni egy kiülő, bográcsozási, grillezési lehetőséggel, és a kisgyermekeknek egy kisebb játszóteret szeretnénk kialakítani. És itt egy ebédlőben vagyunk, ahol a napi rend szerint elfogyasztatják a reggelüket, ebédüket, vacsorájukat. Itt a klub helységben vagyunk, mint látszik is a feliratot, van pihenési idő is, a nap 24 órájában, vagy ha éppen egy jó meccs megyek a szemközti pályán, akkor akár még nézni és üdják a meccset. Ezeket az ajtókat a tűzoltók kinyitják és csúszhatnak be a csúszóaknába. Ez a leggyorsabb és legbiztonságosabb leérkezést biztosítja. Itt lesznek elhelyezve a relikviáink, szépen tűzoltó polgári védelmi relikviáink. A hőközpontban kondenzációs kazánok állnak készen a fűtés és a használati melegvíznek a biztosítása. Polgári védelmi felügyelő, mind az iparbiztonsági felügyelő, mind pedig a hatósági osztályvezető munkáját segítse az itt tartózkodó titkárnő, aki többi irodában a hatósági osztály tevékenykedik. Egy-két fővel foglalnak helyet ezekben az irodákon. Én úgy van a tárgyaló kialakítva, nyilván itt kivetítéssel, stb., hogy veszélyhelyzet kezelési központnak is alkalmas, tehát egy nagyobb káresemény esetén ebből a helységből lehet majd irányítani a kárfelszámolást.